Az egész országot megrázta, amikor meggyilkolták a debreceni képviselőasszony Bala Irmát. A következő sokkoló hír az volt az üggyel kapcsolatban, amikor a fiát, Sönstein Sándort ítélték el a gyilkosságért, majd felmentették és egy másik férfit vádoltak meg. Tegnap jogerősítélet született a 2007-es gyilkossági ügyben, de Bala Irma fia még mindig nem lélegezhet fel. Vele beszélgetünk a következő percekben, de előtte nézzük meg a tények összefoglalóját. Balla Irmát, a debreceni képviselőt 13 éve húsvétkor ölték meg brutálisan a saját házában. A gyilkosság után a fiát gyanúsították meg, majd el is ítélték anyja megöléséért. Később azonban felmentették, és egy másik férfi került a bíróságra. Ez a férfi a gyilkosság előtt Balla Irma szomszédjában dolgozott, és már akkor beismerte a képviselő megölését, amikor még a fiát vádolták. Tavaly januárban ítélték el, mégpedig különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból elkövetett emberölésért. 15 év fegyházat kapott, de akkor az ügyész súlyosabb, a férfi pedig enyhébb büntetésért fellebbezett. Ártatlan vagyok. Ezzel kezdte a férfi az utolsó szójogán tartott beszédét. És azt is mondta, hogy szégyelli magát, amiért ártatlanul került ide, és ezért nem vállalja az arcát. Több mint egy órán keresztül olvasta fel a füzetből, hogy miért nem bűnös. Közben idézett az ember tragédiájából és a Bibliából is. Ártatlan vagyok, ne engedjék meg, kérem, hogy áldozattá váljak. Az ítélőtáblán ezután hozták meg a döntést. A vádló terhére megállapított cselekmény minősítése helyesen, emberölés büntettének kísérlete. Vagyis az ítélőtáblán az emberölést csak kísérletnek minősítették. Többek között azért, mert azt ugyan egyértelműen bizonyítottnak találták, hogy a férfi ott volt Balla Irma házában, és meg is verte a képviselőt, de azt nem tudták kétséget kizáróan megállapítani, hogy csak a férfi okozta a súlyos sérüléseket. Csupán helytelen ténybeli következtetéssel lehet, de arra következtetni, hogy azért, mert a fejre ütés mért, akkor a gégét is ő vágta ketté, vagy a hátán is ő okozta volna a sérülést. Az ítélőtábla döntése jogerős, vagyis az ellen fellebbezni már nem lehet. Itt van velünk Sönstein Sándor, a meggyilkolt képviselőasszony Bala Irma fia, akit korábban elítéltek a gyilkosságért, majd felmentették. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ön ugye úgy ment az ítélet hirdetésre, hogy végre fellélegezhet. Ehhez képest mit gondol az ítéletről? Hát két dolog van az ítélettel kapcsolatban, ami nem úgy történt, mint ahogy én azt vártam. Az egyik az, hogy szerettem volna, hogyha édesanyám gyilkosa életfogytiglanig börtönbüntetést kap. Ezzel kapcsolatban a bíró egyébként kifejtette, hogy helyes az ügyészségnek azon érvelése, hogy erre lehetőség lenne. Viszont a másik dolog az, hogy megváltoztatták ugye emberölés kísérletére a minősítést, és emiatt maradt a 15 év. Mert hogy ugye nincs gyilkos, pontosabban ugye hát ilyen szempontból a minősítés tekintettel arra, hogy változtatásra került, ezáltal nem sikerült azt elérni, amit ön szeretett volna, hogy végre mondják ki, hogy nem ön volt az, aki elkövette, hanem valaki, akit konkrétan megneveznek. Így van, a gyilkosnak a személyét a bírósági döntés ugyanúgy függőben hagyta. Ugyan született ítélet az ellen, az ember ellen, aki beismerte a gyilkosságot, de magát azt, hogy biztos, hogy ő ölte meg édesanyámat, azt nem mondták ki. Arról mit gondol, hogy D. Lajos másodfokon ártatlannak vallotta magát? Igen, hát egy elég hosszú beszédet tartott ezzel kapcsolatban. Én vagyok az, aki leginkább úgy gondolja, hogy ártatlanul nem szabad elítélni egy embert, mivel ugye saját tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban. Hát ön bizonyított csak hiányába mentették föl. Így van. És van néhány dolog, ami engem az ő bűnösségéről teljesen meggyőzött. Például? Például az, hogy megtalálták a DNS-ét a lakásunkban, miközben semmi keresni valója nem lett volna ott a DNS-nek. Ezen kívül már az is kétséget ébreszt, hogy valaki miért tenne egy olyan beismerő vallomást egy gyilkossági ügyben, amiről tudja, hogy emiatt életfogytiglanig bentarthatják, hiszen ezt egy feltétele szabadlábbal. De az D. Lajos sem tagadta, hogy ott volt a házban vagy a lakásban. Dehogy nem. Amikor az ártatlanságát hangsúlyozta, akkor tagadta ezt, hogy ő egyáltalán bent lett volna. Olyanokkal próbált
érvelni, hogy esetleg befújhatta-e a szél, vagy másodlagosan bevihette-e, valaki megfogta az ő DNS-ét, és azt rákente gyakorlatilag az édesanyám ruhájára, amik ugye nevetséges érvelések. Illetve ami egy nagyon erős dolog még az, hogy olyan dolgokat mondott el, amit aki nem járt bent a lakásunkban, az nem tudhatott. Erről engem nagyon kellett meggyőzködni. Ugye nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban a bíróságon voltak szakértők, akik a beláthatóságot próbálták bizonygatni, vagy azt, hogy pontosan mennyire egyezik az, amit ő a vallomásában elmondott azzal, amik a sajtóban megjelenhettek. De én tudom, hogy vannak olyan dolgok, amik nem jelentek meg a sajtóban, hiszen én sem értesültem róla, aki azért kiemelt figyelemmel követte ezt a dolgot. És vannak olyan dolgok, amiket az, aki nem járt bent, az nem tudhat. És nem csak kiemelt figyelemmel követte a dolgot, hanem gyakorlatilag a részese is volt, mert hogy 2 évig börtönben hát volt. Így van, és ennek ellenére például megmondta az édesanyám telefonjának a típusát, amit én magam sem tudtam. Pedig én nagyon sokszor láttam a telefont, és egy ilyen részletet azért... Aki véletlenül egyszer látja a telefon, nem tud meg. Sándor, most azt akartam mondani, hogy van most egy jogerős ítélet, tehát most olyan sok időnk meg nincs, hogy most elemezzük magát azt, hogy a bíró miért dönthetett így. De azt mondja meg, hogy ön most hogy él? Vagy hogy hogyan tudja azt a terhet cipelni, hogy mégiscsak egy időben önt megbélyegezték? Talán még most is. Én próbálok minden szempontból visszailleszkedni a társadalomba úgy, mintha ez a dolog nem történt volna meg. Sikerül? A környezete segít benne? Van egyáltalán önnek környezete, aki Természetesen van, és aki most találkozik velem frissen, ők valószínűleg nem is mondják meg, hogy, vagy nem is tudják megmondani, hogyha csak nem követték az ügyet, hogy velem mi történhetett. Ilyen szempontból azt mondhatom, hogy sikerül. Nyilván az, hogy magamban is le tudjam ezt zárni, teljesen, és vége legyen számomra ennek az ügynek, ahhoz az kellene, hogy az én ügyemben is megnyugtatóan le lehessen zárni, és elkölcsileg rendbe lehessen tenni. Megkapja még ezt a bélyeget? Ahogy telik az idő, persze egyre kevesebben ismernek fel, egyre kevésbé tudnak erről az ügyről, rajtam is kevésbé látszik, gondolom, így ennek a hatása. Remélem, hogy lesz egy idő, amikor így teljesen le tudom ezt vetni. Nyilván ezek a dolgok nem múlnak el nyomtalanul. Még a mai napig felzaklatja, hogyha erre gondol? Hát természetesen. Ahhoz, hogy ezt végleg el tudja engedni az ember, ahhoz kellene egy olyan bírósági ítélet, amiben kimondják, tehát erkölcsileg is rendbe teszik azt, hogy engem megvádoltak. Hogy kimondják, hogy én teljesen ártatlan vagyok az ügyben. Sándor, körülbelül 10 másodpercünk van. Vannak barátai? Jól ő most? Vagy jól érzi magát a bőrében? A közeli barátaim, azok már az ügy során is megmaradtak. Nyilván, akik kevésbé ismertek, azok morzsolódtak le. Köszönjük szépen, hogy itt volt.